Jászladányban az elmúlt két hónapban több vagyon elleni bűncselekmény is történt, melynek során ismeretlenek az ingatlanokba jogtalanul behatoltak, és onnan különböző elektronikai eszközöket, kézi szerszámokat, gázpalackot, fűkaszát, mobiltelefonokat, kézpénzt, élelmiszert és ruhaneműt tulajdonítottak el. Két olyan bejelentés is érkezett a rendőrségre, amikor az udvaron parkoló járművekből vitték el az értékeket. Az utolsó lopásról érkezett bejelentés szerint egy jászladány ingatlan udvaráról fűkaszát loptak el. A nyomozók, akik a kriminalisztika rendelkezésre álló eszköztárát alkalmazták a nyomozás során, látókörébe került a bűncselekmények feltételezett elkövetője, egy helyi fiatal. Az egyeruhások a 17 éves férfit előállították a Jászladányi rendőrösre, majd a nyomozók négy rendbeli lopás lopásbüntet és három rendbeli lopásvédség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták. Valomásában a jogsértő mindent beismert, és elmondta, hogy a bűncselekményeket részben társával, akiről a rendőrök megállapították, hogy még nem töltötte be a 14. életévét, vele együtt követte el, valamint önként előadott 11 további vagyonelleni bűncselekményt. Így összesen 18 lopás írható a gyanúsított számlájára, ezek pontos tisztázására a büntető eljárás további szakaszában kerül sor. A nyomozó hatóság a terhelt ürizetbevételéről határozott, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. A Jászberényi rendőrkapitányság Jászladányi rendőrös több rendbeli lopás miatt folytatja az eljárást.